Megbotránkoztató dolgot kell ezzel a szülőknek elmondanom, amire semmilyen iskolarendszer nem készít fel minket, hogy az, hogyha tantárgy alapján választunk főiskolát vagy egyetemet, bocsánat, az katasztrofális eredményekbe is torkolhat. Mert gondoljunk csak bele abba, hogy mit gondolunk arról a tanulóról, mondjuk, aki ötös és szuper jó matekból. Ugye annak csak, körülbelül a 30%-a az, aki készségszinten a saját adottságaitól jó matekból. A többi részük, a 70%-uk, pedig amiatt jó, mert vagy talált egy olyan szuper jó tanást, vagy hát ugye összesodorta sodorta őt a sors vele, aki kifejezetten lelkesíteni tudja, és szeretne a tanárnak megfelelni, szeretne ő lenni a legeslegjobb az osztályba, vagy a tanár annyira jó tanár, és tanított valami a módszert, amivel a nem matekos agyú gyerek is tud teljesíteni és ügyesnek lenni, de nagyon sokszor van az, hogy otthon sajnos a szülők kell, hogy reggeltől estig ezt nyomják a fejébe, vagy egy külön tanár, és hogyha elmegy ez a motiváció, és mondjuk bekerül egyetemen egy más típusú tanárhoz, vagy a szülő már nem fog vele ott állni, nyilván tanulni, vagy rá se nézni, akkor leggyakrabban ez egy hatalmas csalódásba megy át, mert azt érzi, hogy eddig ment, és most már nem megy. De ennek ugye nem ez a forrása maga. Mert mi ahhoz vagyunk szokva, ahhoz szocializálódtunk, hogyha jók vagyunk egy tantágyból, akkor a jutalom érte egy ötös. Hogyha ötös vagyok, azért megdicsér a tanár, vagy a többi gyerek irigykedve néz ránk, de otthon mindenféleképpen kapsz egy simogatást a fejedre, vagy adott esetben pénzt, vagy jön a Jézuska, meg minden egyéb. De valóban, hogyha mondjuk rossz körülmények között kellene matekot tanulnod, és egy borzasztó főnököd van később a munka életébe uh -huh. tovább víve, mert mondjuk könyvelő lettél a matekra alapozva, vajon akkor is boldog leszel tőle? Nekünk az a tapasztalatunk, hogy nem. Ez a klasszik pályaválasztásnak szerintem a rákfenéje, inkább a tehetség alapú pályaválasztásban hiszünk, ami azt nézi, hogy mi a belső motivációja a gyereknek, mitől érez önmagától a feladattól boldogságot, és tulajdonképpen ez a fő téma, amiben beleszeretünk csimpaszkodni.